Idén is Egerben startolt a hazai nyári fesztivál szezon. A Fesztegert az 1999-ben alakult poprockot játszó Zanzibár koncertje nyitott a csütörtökön. Fontos megemlíteni, hogy Sidi is és Jancsi is viszonylag új a brigádban, úgyhogy most az időszak következett, hogy együtt meg tudjunk szólalni rendesen, és el tudjuk sajátítani a dalokat, illetve hát így róluk beszélek, mert nyilván azért nekem lehet, hogy még menni fog. A pop, a jazz és a soul mellett pénteken a keményebb dallamok is felcsendültek. Egerre mindig is jellemző volt, hogy nagyon rockváros, tehát kifejezetten rock'n'rollok az esték. Aki ezt esetleg nem érteni, az jöjjön el egy egri depresszió bulira, és akkor megmutatjuk, hogy mi az, amikor rock'n'roll egy város. Szombaton a Well Hello és a Brains koncertje mellett az Iri Mafia rajongói is megtöltötték a nagy színpad előtti teret. Nagyon szeretjük a sokfajta zenét, sok zenei stílust átölelünk, és magunk is, ugye 12-en vagyunk alapvetően a zenekarban, szinte mindenkinek más zenei ízléssel, és ezt, hogy már eleve össze tudtuk hozni, és össze is tudjuk tartani, ez szerintem egy erős dolog, amit mások is megéreznek. A fesztiválon 3 napon keresztül 3 színpadon dübörgött a zene. A helyszíneket a Losonciből egy 10-15 méteres sziklafalai választották el egymástól, így a koncertek nem zavarták egymást.